Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Ünnepelni jöttünk, és köszönetet mondani. Vendégem Bakonyi István. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz, jó estét. Jelen esetben most nem a József Attila díjas irodalom történész szólítatik meg. Kedves nézőink, felolvasnék. Magyarország honvédelmi minisztere kiemelkedő irodalmi tevékenysége, honvédelmi nevelést támogató szolgálata, nemzeti sorstragédiáink irodalmi eszközökkel történő művészi megjelenítése elismeréséül a Honvédelem napja alkalmából Jósika Miklós díjat adományoz Bakonyi Istvánnak. Aláírás Simicskó István miniszter, ezt időközben megmutatom a kamerának. És ezzel még nincs vége, hiszen ma délután, ugye ez délelőtt volt a Stefánia palotában, ma délután a Magyar Művészeti Akadémián is jártál, és itt pedig a Magyar Művészeti Akadémia elnöksége határozat alapján Budapesten nem akadémikus köztestületi tagként nyilvántartásba vette Bakonyi Istvánt, a magyar művészeti és kulturális élet jeles képviselőjét, és Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke aláírása díszíti ezt. No, gratulálok mindannyiunk nevében. És Jósika Miklóstól engedj meg, mielőtt beszélgetnénk, egy rövid idézetet. Aki bízik magához, a szemébe tekint mindennek, ami az életben kínálkozik, és aztán választ kénye kedve szerint, és ez a szabadság. Szép szöveg. Nos, azt hiszem, hogy bármilyen nagyívű egy pedagógus irodalomtörténész pályája, bármilyen sikereket ér el, minden egyes elismerés pozitív megerősítést ad. Ez így van. Azt szokták mondani, én is azt vallom egyébként, hogy nyilván nem a díjakért dolgozik az ember, de ne tagadjuk, hogy nagyon jól esik, hogyha elismerést kap. Főként, hogyha 3 évvel ezelőtti József Attila díj után egy másik országos elismerésben részesültem, és kétségkül ez egy nagyon szép nap volt a számomra. Igen, erről a díjról tudnunk kell, hogy ugye Jósika Miklóst sajnos nagyon kevesen ismerik, Branyicskai Báró Jósika Miklósról írunk, és beszélünk, aki író, újságíró volt, a magyar romantikus regény megteremtője. Így van. A honvédelmi miniszter hozta létre ezt az elismerést, mégpedig nem azért, mert író és remek újságíró volt egyéb iránt, vagy hogy romantikus regényeket írt, hiszen ő az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja volt. Igen. A 48-as forradalomban. Én azt gondolom, hogy ahogy már a pozitív megerősítésről beszéltünk, hogy azért kíváncsi lennék én magam is, hogy milyen gondolatokkal fogadtad az értesítést önmagában. Azt szokták mondani, és azt mondom én is, hogy nagyon meglepődtem, ugyanis nem gondoltam arra, hogy valamikor a honvédelmi miniszter kezéből veszek át egy kitüntetés. Ráadásul a két honvédelmi miniszter is ott volt, hiszen a még hivatalban lévő Simicskó István mellett ott volt a következő időszak minisztere, Benkő Tibor vezérezredes is. Szóval én nem gondoltam, hogy bármikor is ilyen kezekből vehetek át egy kitüntetés, hiszen őszintén szólva a hadsereghez nekem közel kapcsolatom sosem volt, leszámítva azt a katonai szolgálatot, amit eltöltöttem még a főiskola előtt. Azon gondolkoztam ugyanakkor, hogy ez a szó, hogy honvédelem, ez egy gyönyörű szó egyébként, és a magyar nyelvben, mint ahogy minden teremtő szónak, ennek is óriási jelentősége van. Ez számomra egy tágabb értelmet is jelenthet akár. És engedd meg, hogy idézzem, ott a ünnepség utáni fogadáson közös barátunk, ismerősünk, Jákob János, a református egyház tábori püspök, egyébként Fehérvár surgói illetőségű református lelkészszel váltott a néhány szót, és azt mondta ugyanerre a mondatomra, hogy a honvédelemben benne van az is, hogy szellemi honvédelem. És a szellem emberének ezt kell igazából csinálnia. És hát úgy gondolom, hogy azok a írók, azok a költők, akikkel foglalkoztam az elmúlt évtizedekben, egyrészt ennek a szellemi honvédelemnek a kiváló letéteményesei, másrészt pedig olyan írók is vannak közöttük, olyan költők is, akik hát konkrétan foglalkoztak a történelemmel, konkrétan foglalkoztak a katonasággal, hogy más nem mondjak, Sobor Antal Hosszú háború című regény jut elsősorban eszembe nekem, én ezzel a regényen sokat foglalkoztam. Vagy mondhatom Bella Istvánt, akiről ugye Kismonargáfejet írtam, és mondjuk a Halotti beszéd című verse egyértelműen ebbe a témakörbe tartozik, de lehetne folytatni a Igen, hát a Kismonográfiáidat ismerjük sok-sok Németh László, hála Istennek teszem hozzá, aztán Serfődő Simon, Takács Imre, Bella István, aztán a Naplóid, tehát ez mind a naplom,
első, második, harmadik része, ez mindig mind azt bizonyítja, hogy lehet másként is a hazafias nevelést tanítani bizonyos értelemben, hiszen amikor ezt megfogalmazták, hogy a díj odaítélője, hogy irodalmi tevékenység, honvédelmi nevelés, illetve a nemzeti sorstragédiák megidézése méghozzá teljes körűen, azt hiszem, hogy ez kimeríti mindenképpen. Igen, de csak úgy, ahogy mondtam is előbb, hogy egy tág fogalom természetesen mindez, mert és ez a szép az egészben, és tényleg az örvendetes dolog, hogy a tárca létrehozta ezeket a művészeti díjakat, és az is fontos volt számomra, hogy a korábban díjazottak között ott éppen Bella István például, akiről az előbb már szóltunk. Igen, és ugye ez páros évben adják, de elmúlt, tehát 2016-ban Bobori Zoltán, igen, a Vörös Marti Társaság elnöke. Apropó, a Vörös Marti Társaságról beszélünk, az nyilván az írói pályafutásodnak is része mindenképpen. A Vörösmarty Társaság általában is nagyon sokat foglalkozik a honvédelemmel, tehát gondolok itt elsősorban ugye az említetted Sobor Antal nagyszerű novelláját, az Éjjel hazamentek a katonák, de ez nem felül is az Ének a Don hőseiért, a Requiem egy hadseregért, ez mindig azt bizonyítja, és ráadásul ugye ehhez hozzátartozik a határon túli irodalom napjainak résztvevő is. Így van, és ezzel már tágulnak is a körök. És egyre tágulnak. Egyre tágulnak. Most néhány egy héttel ezelőtt ugye a folyóiratok országos találkozójának a alkalmából mondtuk el, hogy ezek a körök tovább tágíthatók. Igen, és a Vörösmarty Társaság, amelynek másfél évtizedig elnöke lehettem, igazából ennek a tágabb, ha úgy tetszik, szellemi honvédelemnek szerintem egy igen fontos otthona mindmáig. Ugye tanítasz is. Mi a tapasztalatod, a személyes tapasztalatod, mennyire veszik a gyerekek, a mostani fiatalok komolyan, amikor arról beszélünk, hogy nemzeti sorsra, a honvédelem, a nemzeti identitásunk megőrzése, tehát ezek a fogalmak, vagy ezek már annyira elcsépeltek, hogy egyre inkább nem figyelnek oda? Sokat beszélnek manapság arról, például a magyar tanítás, az irodalomtanítással kapcsolatban, hogy ugye elhangoztak olyan vélemények, hogy a 19. század előtti irodalom olvashatatlan, taníthatatlan. Van ebben némi igazság, mert elég nehezen állnak hozzá ezekhez a régi irodalmi értékekhez a mai tizenévesek, de én azt hiszem, hogy nem mondhatunk le ezekről az értékekről, még akkor sem, hogyha tudjuk, hogy a világ teljesen átalakult. Egyébként teljesen változó kérdésre válaszolva azt mondom, teljesen változó, hogy kik hogyan reagálnak mindenre, mert igenis vannak olyan fiatalok, olyan lányok és fiúk, akik nagyon fogékonyak ezekre az érzésekre, de hozzá kell tenni azt is, és ez is az igazság rész, hogy ez nem mindenkire vonatkozik. Tehát bonyolultabb korban élünk, erre most nincs idő, hogy ezt kifejtsük nyilvánvalóan, de azt gondolom, hogy független attól, hogy hogyan reagálnak rá a fiatalok, attól függetlenül nem szabad lemondanunk azokról a fontos értékekről. Most éppen olvastam valahol, hogy egyesek szerint elavult a himnusz. Hát ezzel én nem tudok mit kezdeni. Vagy elavult a szózat. Ezzel nem tudok mit kezdeni, mert mondjuk a himnuszt annak idején Rákosinak sem sikerült megváltoztatni, vagy újat iratni Kodállyal és Illyés Gyulával. Én azt gondolom, hogy vannak olyan értékek, amelyek, ha nehezebben is hozzáférhetők a mai emberek számára, nem mondhatunk le róla, és hát a Jósika Miklós is ezek közé tartozik, aki Jókai előtt egy jelentős regényíró volt. Tehát az Abba Fit, a Csehek Magyarországon, a Két élet, és ezeket nem feledhetjük. Na ez nem tananyag persze. És azon felül még nyilván az sem, hogy ő azért bejárta a hadszíntereket, és a galiciai hadjáratban, a francia hadjáratban is részt vett. Mi viszont mondhatjuk, hogy te magad is, illetve a kortársaid és sorstársaid is egy hadjáratban vagytok, az irodalom megőrzésének hadjáratában. És azt hiszem, hogy ebben az esetben Székesfehérvárja úton jár. Itt említetted a határon túli irodalom napjait, illetve most az irodalmi folyóiratok országos találkozóját. Ez kiderült, hogy Székesfehérvár igenis, hiszen ez egy példaértékű első találkozó volt, hogy nagyon is figyel arra, és ebben ugye vezérszereped van. És azért azt is tegyük hozzá, hogy vannak itt nagyon fontos hagyományaink, hiszen már nincs mindenki közöttünk, Sobor Antal említettük, Takács Imre sincs már közöttünk, Bódás János sem, de közöttünk van például a Kalász Márton, aki a Fehérvár irodalmi életnek is igen jeles képviselő volt, és hadd mondjam el itt akkor a tévénézőknek ma, hogy holnap, vagyis szerdán 17 órakor egy olyan könyvet fogunk bemutatni a Vörösmarty Társaságnál, amelyet egy pécsi kiváló
tudós író, Bartusz Dobosi László írt Kalász Márton monográfiáról, és a 84 éves mester is itt lesz közöttünk holnap a Vörös Marti Társaságnál. És ráadásul akkor hadd árulkodjak én magam is, az 5 órás találkozó előtt pedig a mi vendégünk lesz, igen, itt igen. A Fehérvár Televízióban, egy fehérvári beszélgetés. Tehát ilyen elődök után működünk mi. Nagyszerű. No, a Művészeti Akadémiáról is kell, hogy szó essék. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pillanat volt az életedben, hiszen a köztestületi tagsága a Magyar Művészeti Akadémiában egy rang. Igen, hát itt vannak különböző lépcsőfokok, ugye vannak az akadémikusok, akik között a legtöbb természetesen szépírók, prózaíró vagy költő, drámaíró, de hozzátartozik az is ennek a létrejöttéhez, hogy szükségeltetik egy művészeti díj, hogy az ember ezt a lépcsőfokot megjárja, és hát ez ebben az évben következett be számomra. Ugye amikor a Művészeti Akadémiát megalapították, akkor sok támadás érte. Makovecz Imre elsősorban, ő volt a fő megalapító. Igen. És a Fekete, stb. Igen. De most egy kicsit beszéljünk arról, hogy azóta viszont elhalkultak ezek a hangok. Az egyik oldal, nem kell nevén nevezni őket, hiszen nyilván mindenki tudja, hogy miről beszélünk, szükségtelennek, illetve feleslegesnek ítélte a Magyar Művészeti Akadémiát. Azóta ez a köztestület százszorosan bizonyított, hogy igenis fontos lépcsőfokokat lehet bejárni általuk. Igen, és hát ez sajnálatos, hogy ilyen viharok dúlnak a magyar szellemi életben is, de úgy látszik elkerülhetetlenek. De én is úgy érzem egyébként, hogy azok a fajta konfliktusok, amelyek korábban megvoltak, ezek mintha csitulóban lennének. És hát azért, ha reálisan végignézzük, hogy kik azok a szellemi erők, akik a Magyar Művészeti Akadémia kebelén belül, illetve környékén működnek, azért őket lesöpörni, hát az eléggé furcsa dolog. Igen, jellemzésül itt van ugye Páskán Gézát, ha már rátekintek erre, hadd idézzem meg egy 1992-es idézet a főcímben. Lehet-e nemzet és ember iránt valami jóhiszeműbb, nagyvonalúbb, mint a művészet? Akarhatja jobban valami az ember méltóságát, a szabadságát, mint épp a művészet? És ezáltal akadémiája, kérdezi Páskendi Géza. Hát a művészet nagyon sok színű, sok oldalú. Tehát nincs ez semmi probléma, amikor tiszteljük egymás véleményét, hogyha a különböző táborokhoz is tartozunk. Egy apró példát azért hadd mondjak, hogy ettől az évtől kezdve 65 év feletti művészeti díjjal rendelkező alkotók művészeti járulékban részesülnek, egyfajta nyugdíjkiegészítő, ha úgy tetszik, és ez független teljesen attól, hogy ki hova tartozik. Tehát ezt a művész járadékot, ha akármilyen oldalon lévő művész, vagy író, vagy költő, vagy irodalomtörténész megpályáz, akkor megkapja. Tehát itt semmiféle kirekesztés nincs. Tehát zenész, irodalmár, költőíró és így tovább, cirkuszművész akár, hiszen most olvastam egy listát, ők is benne voltak. No, mire készülsz mostanság? Egyrészt egy holnapi irodalmi este, ahol bemutatjuk ezt a gyönyörű monográfiát, másrészt meg a ünnepi könyvfélre fog megjelenni a Coldwell kiadónál a Péntek Imréről szóló kis monográfiám, tehát erre készülök. Az már kész gyakorlatilag, de folytatom is, mert éppen ma délután a Művészeti Akadémián egyrészt Péntek Imre, másrészt Petőc András ült mellettem, és a következő kis monográfiának pedig Petőc András lesz a főszereplő. Ez már a jövő év termése lesz. Igen, hiszen Petőc András volt, amíg én emlékszem arra az időszakra, amikor a Kodolányi Kasóra sorozatban Petőc András is szerepelt, sőt Kalász Márton is. Így van, igen. Hiszen ne feledjük, hogy azért Kalász Mártonról tudni kell, hogy 1988-ban, amikor újjáalakult a Vörös Marti Társaság, ő volt az első elnök. Ő volt az első elnök. Ez egészen addig, hogy Stuttgartban kinevezték a ottani kultúrás intézet igazgatójának. No, azt hiszem, hogy érdekes hét áll előttünk, annál is inkább, hiszen a nézőknek is mondom, hogy a Vörös Marti Társaság azért a Kortárs Művészeti Fesztivál keretében 4 új kötetet is bemutat, ott leszünk, természetesen beszámolunk róla. És hát most én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és azt gondolom, hogy minden székesfehérvári irodalomkedvelő nevében vagyunk sokan, meg kell, hogy mondjam. Gratulálok mindkét elismeréshez, jó helyre került. Köszönöm szépen, te is megtiszteltél engem, köszönöm szépen. Köszönöm szépen még egyszer. Kedves nézőink, az Esti Mérleget látták, oka pedig, hogy Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész barátunk ma a honvédelmi minisztertől Jósika Miklós díjat vehetett át. Gratulálunk neki így mindnyájan. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!